Szétrobban a fogam, érted? Hát én még mindent megértek. Fájdalmaim vannak, itt szakad szét, érted? Simogasd meg az arcomat, hát jobb lesz. Simogasd. Ne bánj! Jó. Hát még, megkérdezik, mi a helyzet? Főzteket teszünk, kiszunk. Gondolkozzál már. Szépen, mindig van, hogy nagyon jó főzményem, igaz? Hát tudom. Le a kalappal, végtük. Hát nagyon jó. Jó, most rágyom el a kezét, mikor remélem főz. Itthon vannak, amúgy megnézem már, mit csinálnak. Senki többet harmadszor? Nem ezt tett? Hát te látod, hogy ezt levelet. Tudod, milyen külön volt az a tétet káposzt? Azt teszed magadat, nem hogy ettél van. Sziasztok! Hello, sziasztok! Milyen helyzet? Az az újság, hogy ne haragudjatok! Mi a hitvány? Megkóstolom ezt a bofét. Hát, cipővel? Jöttetek be? Igen. Mert túl a munka. Jó, elmondok mindent akkor, hogy mi volt. Hát nagyon hallott. Mert hallottam egy olyat. Éricsike volt. Isten, de tud tippelt. Te, Lutton így tippeljék, mint ahogy valahogy lehet, hogy tippelek megnyerni. Éricsike volt, esküszöm nektek az anyám életére, nem hagyom. Fenn volt, felmászott. Hát szerintem még került ide a létre. Ő hozta. Azt mondta, te találtad ki, azt mondta Krisztiánnak. Hogy Anna-Marit tippeljék meg. Tudtam olyan, hogy egymásra mutogatnak. De hazukat esküszöm neked, hogy Ricsike volt. Úgy te nem volt a izé, hogy... Ne legyél mamzer, ne mondd ki. Hát te hívtál engem, én fel volt a izé, azt mondja, ne legyél mamzer, ne mondd ki, azt mondja. Eléggé vesd ki magadat, vesd ki oszt, mondjuk azt, hogy megverekedtél vele, bevágott egyet, meg ilyenek. Ők találtak ki az egészet, én megmondom a szemébe is. Mondd meg, mondd azt, hogy Ricsike voltál, várjál, most megnézem, ha nem remeg a szeme. Akkor igazat mond. Mondd el, hogy ki volt. Ricsike volt, esküszöm neked. Tiszta szívebből mondom, nem Ricsike volt. Nem remeg a szemed, ezt tudod, hogy tudod kideríteni. Bemelsz vele szembesíteni? Bármikor! Honnan itt van? Nincs itt. Érte kell menni. Igen. Át fogunk akkor most menni érte, és be kell szembesítsek. Ha de neked tiszta lelkismereted, akkor beszembesítem. Én mit tiszta lelkismeretem? Úgy volt, hogy felpontos, hogy ne legyél babze, ne mondd el, hazudjál ezt. Hazudjál, azt nincs itt, hogy úgyse keresd. Nincs itt, hogy jó, meg kell prankelni. Itten nekem. Nem, én mondtam is neki, mondom, megyek, mondom, szaulok. Azt mondja, ne szauljál, mert mindkettőnket meg fognak most verni, inkább prankeljünk meg őket. Na látod, mit csinál? Mindjárt megyünk pártra. Ők is a pártra. Akkor kit akar itt ki? Hagyd itt. Hagyd itt már. Most már menjünk bányi pártra. Rökölj meg, hát azt a Rizs nem eszed, kidobom. Pont hív, hív volt. Hon vagy? Nem mondom el. Azt miért nem mondod el? Itthon vagyok. Uh-huh. Nem akarsz kicsit átnézni, főzök kedvencedet. Kiroszt. Jó, így. Aha. Legyél, merre vagy most amúgy? Koordinátor. Mit? Sétálok sportba. Maradjál már ott, ahon vagy? Sportolok, kicsi. Jó, de 5 perc ott vagyok. Jó. Maradj már ott, merre, hogy mutasd meg. Az utcában van. Akkor ne menjél, már viszont neked egy kis lóvét, jó? Gyere, mennyi kell? Hát, így szállj. Jó, viszek nekem. Maradj ott, jó? Menjél már, még két hullát. Kóla, ká? Meg ilyenek? Kóla, meg csoki? Jó, maradj ott, mindjárt megyek. Maradjál ott, jó? Na, szavasz, maradj ott. Elmúlott 30 neki. Egyél ma, azt menjünk érte. Most kiderül most már. Most ki fog derülni. De amíg költök van, ne. Így csúszkáljuk már a Skype, olyan busszút állok, itt megmondom szemekbe, ha te voltál, hogy füstölni fog, csak zavarok eleve. Megszívtam magamat. De ha nincs sike volt, akkor, meg... akkor én is letélepelek. Segítek neked busszút állni. Jó, ki fog ez derülni.
Ricsike volt. Így mondta. Előbb-utóbb úgy is kibukik, hogy ki honnan származik. Ne legyél vamzer! Szívülök, Krisztián, folyamatosan. Így mondta, plegykeim meg azt mondja, még így csinál nekem, azt mondja, így nekem. Fi, a büdös Krisztián, de csúnya, azt mondja, de csúnya, azt mondja, nincs itt, hú, most adok én neki. De legyél vamzer, olyan Krisztián fejére te. Adni kell neki. Amúgy meg el kell mennünk szobába mindenféleképpen. Mert a kislány úgy kelt fel, hogy vigyük ki a mamájához temetőbe. Úgyhogy Lizát átvisszük, gyorsan kimegyen, nézd meg, imádkozik le. Visszünk, lányom. Kiviszünk mamához, Elzsi mamához, utána meg akkor Ricsikét felveszünk át. Nem mondjuk neki, nem szabad neki akkor mondani. Akkor Ricsit ne is vigyük. Ha honnan? Már akkor ő egy vilavágja, hogy még á, nem megyek, nem jön. Jó. Gyere át, főzzük ki, rossz, hazudok neki mindent. Igazad van. Csap bele. De látod, ezért utál. Na, ott nem nézek oda. Látod, én így bízok fel. Na, akkor csap bele. Na, menjünk. Nem csapoltam a kezemet. Jaj. Nem szeret. Azt így betegséget hagyjak. Az a baj, most már ingerei vannak. Az az ígesség. Hova még egy hetet ilyen tázolt cigaret? Menjetek hozzátok átfele. Akkor tuszi. Átmegyek, szépen leülünk, normális kultúrát emberi magadon. Tudom, hogy nehéz lesz Ricsikének ez, mert... El ne tűnjön otthonról, basszus. De nem kell neki elmondani. Hát szerinted elmondtam, akkor mondom, hogy meg lehet így sincs otthon van. Megkeressük. Hát azt utána nem éred el valamikor egy hétig. Hosszút forralok most neki, ha írott, és nagy a gyanom, hogy írott. Nagy a gyanom. Ki tudtam? De Gyusz is benne volt, Krisztián, várjál már. Igen. Akkor ő miért nem jött be nekem elmondani, hogy ő benne is benne volt a rafináltság, hiába mossa magát. Jó, jöhetsz. Nézel jobbra, én meg balra. Valami sárt így van a Gyusziban is. Hát már lebotották a kocsmát. Aha. Oké, jó, de akkor is 20 éve. Nem volt 20 éve. Akkor is a Ricsike találta ki, akkor Gyuszi benne volt. A Gyuszi találta ki, Ricsike benne volt. Így van. Úgyhogy kettő nem van össze. Tehát az kettő között azért van különbség, hogy valaki benne van, vagy nincs benne. Gyuszi akkor minden... lett volna tiszta, hogyha ő elmondta volna igen, nekem. Igen. Most például most is átjött, és nem is mondta volna, látod, ha én nem hozom fel ezt a dolgot. Sántít ez nekem nagyon. Keresztbe kasba sántít. Kapjon mind a kettő. Már mindjárt meglássuk, mit mondanak egyben. De én előre gondolkodó vagyok, hogy már hosszút tervezem. Valakinek bűhődni kell. Megátkoztam magam. Előbb-utóbb úgyis kibukik. Ki honnan származik. Ez a diéta nagyon nehéz. Hát tudom. Tartani. Tisztább vagyok vele. Úrcsa bírta te vagy. Elnöpöm a lábát, így csak. Nem! Hopp egy megkerülésre. Hopp itt. Amiket egy kaptál, Jóska? Nem játszik, hogy majmok vagytok. Nem ér! Mert én megtalál. Nem egy súlycsoport, ezért mondom, ne játsszál velem. Hopp egy kettőt. Akkor először, mielőtt megyünk a Ricsikéz előtt, menjünk már a temetőbe. És jaj, meg akkor mennem a mamájához. Jó, oké. Hogy nézd?
Most ott nem mostam a pénzt, elfelejtettem, ott hagytam. Olyan finomat főztem neked, Ricsikért, megbolondom. Hagyjuk már főrém, hazugság. Nem hazugság. Kitalácia. Gyere át egy kicsit hozzánk, mondom, pihengetel nálunk, beszélgetünk. Ha most már megyünk a dolgunkra. Voltunk kint a temetőben, mamánál. Hazamegyünk. Főzünk, eszek adok pisztekeket. Ha, eszek neked energitot, cigit, kávét, mindent. Öltök csak kis piszt? Hát adom. Te vagy olyan jó illata? Milyen parfüm ez? Jó illata. Régen, milyen neve ennek? Akkor biztos papája és szókája. Kettő van belőle, egyik papája közel. De milyen neve? Hosszállták, vissza meg kérte. Elvedd már tőle. Hát akkor mi arc ez? Nem baj. Jó illata van. Hagyjam van Anna Mari, ne! Szólj arra a lányodra, ne! Jó, van örüljének, hogy játszik veled. Na nézd meg, hogy ideig feljönnek. Itt le kell váltuk valam a tyúkot, segítek komposztani? Bűzolt. Segítel, hogy nem? Érzem, nincs mit mondanom. Na, itt hol van? Megjöttél! Megjöttem. Percet számolom. Szasz, hazug van, zörüljél le. Na, jöttem. Érteni, mennyi felhőgyűlt a rét. Na, elmondom a szintiszta valóságot, miért hoztunk át. Kaptam tőled egy információt. Ő azt hiszi, hogy Erdi jött. Kaptam tőled egy információt, amikor Krisztának azt mondtad állítólag, hogy Gyuszi csinálta ezt az egész pranket. Ő meg már Mátya csak úgy spontán, és megkérdeztem tőle, hogy mi volt ez, és ő meg elmondta, hogy te csináltad. Na akkor most szembesítsétek, hogy miért küldtük hazudó. Mi az udó felé? Én nem fogom. Nem te voltál fent izén, azt mondta, ne legyél vamzer. Nem igaz. Ne legyél vamzer. Nem igaz. Azt mondja nekem, ne legyél vamzer. Ne szolgál neki. Erik, fess ki magad. Szerinted pont olyan lilát ki voltam festve. Uh-huh. De várjál, hogy, de most csak tegyük fel, hogyha még én is mondom. Hoppá! De várj, jó. Hát ott tegyük fel már, most miért nem azt mondja, hát te voltál, miért hozzá. De várjál, mégis benne van. Az jogos. Az jogos, ezt beszéltük a kocsiba. Mégis benne van. Hogy hiába mondod, hogy nem te voltál, te is ugyanúgy benne voltál, mert nem jöttél be nekem el. Mert úgy tett, hogy ne menjél szólni, mert mind a kettőnket megvernek. Így a ezzel fogod meg. Ja, hát mondom, ha már megvernek, hát akkor most már ja, benne nem, vagyok vele. De várjál, nem vered meg, hogyha nincs benne. De akkor miért mondtad eztet? Nem vered meg, de miért mondtad akkor eztet? Miért most? Úgy tette, onnitól létrát mászott le, mert kijönnek, téged is megvernek, így tették. De miért vernétek meg, hogyha ő nincs benne, érted? Most akkor ki hazudik? Akkor ki hazudik? Ki volt hát? Én hazudok. Jöttem át, jövök látszala. Mikor hívtál? Már itt jártam, fent, mint a patkát kigugolt, fent, ottan. A patkát kigugolt. Állj meg te! Akkor mindegy, így csinál, így csinálta, így. Így. Azt mondja nekem. Hazudik, álmodik. Figyelj, jövök át! Itt járok a fánál, elkezdett rám ugatni. Azt hittem kutya, felugrottam a fára. Azt mondja nekem, he, fekete sávám vagy mit mondok. Varjú, én vagyok az. Ki vagy? Azt mondja, Ricsike. Jövök ide fel, mi van? Mondom, meg kell mondani a nénének. Ne mondd el! Téged is meg fognak ölni. Ne mondd el, azt mondja. Gyere, prankeljünk meg, ne legyél vamzer. Azt mondja, így a büdös Krisztián, azt mondja, nincs itthon, nagy de csúnya. Így tett. Kérdj, Pajle! Aha! Nem szólal meg, látod, hogy nem szólal! Ja, tényleg amúgy, nem szólal meg, akkor már csak az felegyezés. Ez így van. Most tudod, mi fog következni? Kúszó, mint egy sikló. Mint egy sikló nyavajás. Tényleg ott van. Az alatt van a sikló. Jó, ilyen vastag szürke! Mit szeretnél? Látom, Méli, azt a kastély siklóval álmodtam hát.
Jaj, lehet a sikert! Fárvon! A pusztulaté, vagy te is ilyen pusztulatos-e? Hogy direkt ijeszkedtek engemet? Hát, nem lesz szarok! De várjatok már, hogy lehet a sikló szürke? A szürke? Fekete? Nem igaz, sokszínű van. Van szürke, kék, még sárga, rózsaszín. Nem, kék nincsen, izé van. Szürke, zöld, barna, szürke, fekete csíkka! Meg van piros is. Jaj, nem van! Parahokás, jobban, Lizának. Olyan haja van, hogy... Mondjál az igazat. Most minek az igazat? Hogy direkt izé. A játszónak olyan haja van. Patkány! Hallzunk a patkány! Hát nekem pedig... Amúgy ez nem volt szét illetek. Te tűnle csak el ezt a bizetőlet, hogy engem megvádolsz, neki hiszel. Hát te is csak benne voltál vele? De nyilvánvalóan, ha akarod, ha nem tud eltitkolni, hogy benne voltál. Eddig a fia, eddig akarom növeszteni így. Kábe eddig. Ne, Istenem. De csúgy, de rám jött a hárig. Fiús legyél már, ne menjél már lát kis női estét. Hagyjatok ma békén, jó? Richardina, vagy hogy ilyen, van egy női változat a Richard névben. Richard volt elszom. Kicsi Ricsi. Miért nem lehet belerakni a hajamba? Ja, kicsi Ricsi. Nem az. Itt a nagy kapolló, látod azt a pirosat? Biztos, hogy nem, ja? Hát, mondjad már. Richardina. Miért kellett most ezt neki hazudni? Miért nem értem? Ekkora hajt akarok ilyen hosszúságban. Patkány. Ekkora. Így ekkora. Veszek haucolod a gyereknek az. Olyan hosszú patkány, hogy ne azt. Így ekkora. Ezt így kb. Ez minek? Miért fogtad? Jaj, olyan messze! Miért fogtad rá? Nem tetszik, lehet szalni, azt akkor lehet matekolni. Igen? Azt a mindenit. Jó magány vagy te. Nagyon. Jó magány vagy én. Idén gyerek várjál, jó? Hát gyerekik van, Marci. De miért kellett? Ilyen jó vagy. Nem fogok. Ha velem játszol, én be fogok rúgni, és részegen rád fogok menni. Robot, hogy vállalunk? Mit hoztál ki te? Nem fogom vállalni. Ez nem a orrom, úgy sem tudom. Ez orgovárosink. 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 Jó, van, az úgy, jó. Jól van, magad vagy fel. Olyan dolgot, hogy rád sem eltűnt. Tudod, hogy kösd össze, nem tudod, így össze kell kötni. Felgyűr, mi? Itt meg kis haspol. Norgovárosra. Annak ilyen szokott lenni? Ugye ilyen bedolgozott az orgulám, pont ugye nem volt, még márkány. Még jó sejnestű rendeltünk bedolgozott akkor. Kösd fel, de jó vár. Össze kell kötnöm, úgy jól van. Látod, jó. Mondtam, hogy jó. Magány vagy, kislazod. Köszönöm, figyelmet, nektek is. Neked is. Szia, Varjó. Patkány gyerek, miért kellett rá? Haja, csipognak. Mondja csak úgy, te érted a madány el. Na, tuszi, segíteni kell kopasztani. Engem akartok megkopasztani, ezt elbasztáltak. Ki segít kopasztani? Nagyon félek, nagyon félek. Szalnak a hisztelkának a kis tő segít koposztani. 5-6-an nem értek egyet. Ja? Lőcsik, ja? Már ezt koposztani? Jó! Én nem félek tőle. Kösd össze ott meg. Adj ide már, gyere. Jó, van az. Te nincs bánál, jó? Vagy hogy legyik én nekem? Tudjás tartom, megsütve, máj, zúzáj, krupli, rálökve. Jó, megsütve. Csak én nem érezhetik ezt át. Jaj, ne meg a vidős Krisztián. Mennyire folytogat ez a világ? Na, mondjuk már el a bocsát. Jaj, felment a lyukába. Felbazd meg, felcsúszott. Ez felcsúszott. Most miért kell ilyen? Hát felment a sengibe neki, hát. Hát van ilyen. Hát, hagyj el a jelet. Nem bírom, tudom, mikor megfogják, de nekem csikis vagyok. Jó, de nem fogom a hasadat, csak így ölállak. Jó, kis sovány csúszott. Kis tégét is le kell kopasztani, ma úgyse ne ősz meg, kis sovány csirke maradó. Jó, meg ijesztettél engem. De amúgy jól neki az a paraokat. Hát, az jó. Megijesztetted a szív. Hol van a paraoka? Próbáld csak fel. Az hagyj majd a lili. Ne állj fel, ne add már neki oda! Há, Ricsi! Vigyél ide! Varjú! Tegyél le! Varjú! Vigyél ide! Ricsi! Tegyél! Há, mit csináltok? Hát mit csináltok, ha? Azaz! Mit csináltok? Csukjad le! Csukjad! Jó voltál! Na, unott már nem jössz ki! Nyissátok ki! Nyiss ki! Kutya! Lefelvök! Kutya!
Nyisd ki! Nyisd ki, Marju! Nyisd! Ki! Nyissátok ki! Nyissátok ki! Engedjetek ki! Gyere, Gyuszi! Gyere! Nem leszel kényre, és megkapod a kis generált. Engedjetek ki, kutyák! Adjuk csak neki van! Meghaltok, csak szálljunk ki! Véged van most! Engedjetek ki! Nem véged. Kapok levegőt! Hol lesz valami hangot? Valami bolondságot. Engedjetek ki! Ki majd egyszer, amikor eljön az ideje. Így van. Kapaszkodjál, Ricsike, remélem, hogy be vagy kötve. Engedjetek ki, kutyák! Biztos, hogy nem. Kapaszkodjál! Engedjetek ki! Sok a kátyú, vigyázz! Megöllek mindent. Kapaszkodjál! Ó, fajzatok meg! Kapaszkodj! Az Istenre! Meg! Kapaszkodjál! Megöllek is ki! Engedj ki! Jó, hát vagyok, tudta itt. Vigyázz, 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 a kapaszkodj! Kutyák! Kutyák! Ez van? Jaj! Hé, mit csináltok? De szökettük meg! Rossz tíz, nem fejszel? Most kapaszkodjál, már most vagyunk meg egyenesen. Ez az, ez az. Most itt, itt. Dur! Ja. A fejem, te gyerek! De baj! De kapaszkodj, mindenki a csapája, hogy a leggyengébb. Engedj, Engedjetek ki, te kutyák! Várjál csak! Büdös kutyák! Várjál, mi kéne egy kicsit szállni? Mit csináltam? Nem mi baj? Majd egy kicsit, te! Fel lesztek jelentve! Úgy meg fogok fázni, fel lesztek jelentve, kép! Állj meg! Nyisd ki! Na, akkor bocsánatot kérünk, ja? Bocsánat! Nyisd ki! Nyisd ki! Hát biztos, hogy nem kutyát! Nyisd ki az ajtó! Én meg itt fogok írni! Állj meg! Állj meg! Tedd be a szájt ki!
Enged hátki! Nem játszok ki neked képest! Marjú! Nem nyitom ki, Marjú! Légy szíves, bátyám! Csak húzd lejjebb akkor! Nem játszunk ilyet, kutyák! Ufók! Fújnitek meg az ufók! Lézzétek meg leszakadt! Mi adtatok a cipőmnek még a talpa is? Vesztek cipőt nekem! Már mehetünk befele Debrecenbe, vegyed nekem a cünnöm! Kinyomom a szemed, itt kutya! Kinyomom a szemed, itt bides kutya! Elindulok, bazd meg, elütlek! Átgázolok rajtatok! A gyerek kajt meg kártam, gázolok rajtatok! Két kutya! Nem játszunk ilyet, itt maradtok! Két éhen kórász kutya, itt maradtok! Nagyon szeretünk téged! Patkány! Na még az éjse, te itt maradsz. Szeretlek, nagyon szeretlek. Már ilyenkor nem kell. Az egész tiszteletem a tiéd. Hallgass! Hello! Hello, stok! Sziasztok! Én velem játszolok itt a büdös kutyák. Itt is maradnak a fene a bőrüket egyekét. Én velem szórakoznak, hát velem nem játszhattak. Velem nem lehet packázni. Én velem akarok egy büdös kutyák szórakozni, hát úgy meg velem miket beszállnak. Hát én mi vagyok, egy játszótársuk? 30 éves ember vagyok már, ahhoz kihoznak engemet a mezőre! Kihoznak engem a mezőre! Na megálljanak csak az a varjú is! Hát menekülni kell neki, derecskéről el kell neki költözzék. Kivadítom még az országból is! Afrikába fog lenni! Úgyis oda való, mert olyan, mint az afrikaiak! Tudjon olyan! A varjú! Fekete tollai vannak nekik! Fekete! Olyan, mint az üsök! Mint az üsök, olyan fekete! Mit csináljunk már? Tudom, mit csináljál! Hitessük el, hogy rosszul vagy! Levert, gyorsan levert a púzusod! Hitesd el! Jön! Állj meg! Szállj ki, rosszul vagy! Levert a púzusod, gyere segítsd el! Hogy rosszul van az a kutya? Hogy rosszul van az a kutya? Lőjünk a tüdejét neki! Mi van? Gyorsan kihez, kapu! Gyorsan! Mit csináltok? Hagyjuk ki gyorsan! Én nem játszok a szarakat! Csillja! Kutyák! Miért álltál meg? Meghalnak, csak kapjam el őket! Mindjárt lépte, megyük csipul őket! Én megszakadom, hogy semmit hagyjál az ember! Mindjárt a birkákon megyek, az a birkák rázzák! Itt jönnek büdös várjú! A várjú is itt hagy! Földönek fogom őket látni!
Így, de meg fogom őket, várj Isten! Azt is szúrtam én, azt egy ide után kifárok, de a kocsi nem. A kocsi az nem áll. Nem tudtam én. Majd az a gyalogó. El is várt, látod itt akart minket hagyni. És megtettem ahol. Meg amúgy. Meg majdnem elütött minket. Mondtam, ezt kell eljártani, hogy rossz szó vagy. Igaz, meg sajnál, látod. Meg sajnál. Rá egy gyalogó. Rá 3 kilométer, de így mi az neki? Semmi. Ki egy gyorsan futhat. Lefussa. Egy az egybe. Ennyi. Fiatal még. Csak nem hagyott valamit, nem? Fordulunk kérde vissza. Na, Mari. Na, most mit csinálnak itt Csikerlán? Most meg lesz készítetik. Megtanítsák a magyar istenéhez. Hallga, ugye nem lesz változás a krisztályokkal. Most egy kicsit megbüntetik utána. Amúgy megérdemli. De tudod, Bél, mert hazug volt. Hát tudom, hogy hazug volt, de úgy... Őszintén leszek hozzá, én azt is sajnálom. Én nem szeretem úgy a bácsát. Mert bulund ilyen, de akkor is csak szeretem. Na, zó, beszéljél már, hely! Most gondolkozok, nagyon lesz story time-ban. Na? Á, most kemények pletykálok nekem. Na, mondjad már, hogy halljam. Mondjad, ma úgyis régen pletykáltam. Borzusékot ismered? Há, hogyne már? Na. Mi van velük? A borzusnak van a jánya. Igen. Összejött az izével, a szumával. Annak van az izé, az meg a... Koportérdűnek az unokatestvérének a gyereke. Igen. Na, összejöttek úgy, hogy a gyereknek vagy közben felesége van, ja. Meg van nekik egy gyerek otthonta. Na aztán ők, na várják, kiderült, mert írkátok egymással. Kiderült, halálosan verekedés van belőle. A posta zengett, most találkoztak össze. Azt mondja, gyere csak ide, az én uramra jött. Adok neki, mi? Két óta vertek. Biztonsági őröket kihívták, ott fel. Ahogy mondom, Isten mindenben, én nekem is beleim kötnek, mentem a visszámlát kifizetni. Ki vezették őket, ki mentek? Nem kötöttek beléd? Mi? Nem, hát én beléd miért kötnének? Hát adtam volna én nekik. Kiküldték őket a biztonságiak, kimentek oda a postelégre, adjad neki, faj hajánál fogva, adkozta, fölköz húzta le. Úgy megtaposta, még a fogát is kirúgta neki elő. Jaj. Ha megmondom az őszintét, megérdemelte. Nem. Miért megy egy családos ember, akinek gyereke van? Hogy ne. Nem kell krónéért csinálni, nem? Hogy ne. Utána hallottam, hogy a vasútnál voltak. No. Nem tudom, el akartok szökni még ezek után, mert nem bánta. Oh. El akartok szökni, elkaptunk őt az apósa. Vége? Vége mi? Vége volt. Rendőr, mentő, tűzoltóság, mindenki. De jó, te. Olyan háború van. Ez egész derecske fújt őket. Ah. Nagyon háború van. Menjünk, nem menjünk kérdőt. Döjtsük el két papírodnak, akkor benne vagy. Melyik gyerek, nem megyünk vissza? Vagy vissza? Melyik gyerek, vissza megyünk, ha tenni ezt nem megyünk. Na. Kölj, papír, rolló. Kölj, papír, rolló. Vissza megyünk. Menjünk vissza hozzá. Nem tudom, hogy minek, de menjünk. Hát én nyertem. Menjünk kérdőt vissza, fordulj. Pedig ő gond, de így üthetek volna minket. Én nem várom ma. Én nem gyalogolok. Meghaltok! Meghaltok most! Most meghaltok! Húzd csak le az ablakot! Itt húzd az ablakot, mert meghaltok! Nem a fatkát! Gyertek csak! Nem szóra! Velem szórakoztok! Velem szórakoztok! Ne! Hát te akartam minket otthagyni, te! Velem szórakoztok! Babcsa! Gyerek ülj, baszkodj meg magad! Ne szórakoztok meg mind a kettőtöket! Elkapom a tolkotokat így! Ezt nem engedlek egyikőtöket, csak tyúkok tudnak folytatni! Nem meg soha! Miért? Lesz egy jó közös pecázásunk! Gyere! Te pecázni fogom mindjárt az öklömmel! De nekem magyarázol? Hát tudod miért? Most még ezek után felbontam, ne vegyük fel! Ó, megfájdult a szívem. Elnéhítjétek már a kutyát. Elmentek, hamar itt adjátok az ember tesőbe. De
Nem túlzás, amit csináltok azért. De, hát nem túlzás, amit csináltok. Nem túlzás, amit csináltok. Mi? Hm? Kicsoda, micsodák ezek még elmennek. Nem túlzás, amit csináltok az emberre. Minél jobb az ember, annál rosszabb. Hát, te aztán jó vagy. Minél jobb az ember, annál rosszabb. Hogy feleségemre a szívbajt hoztok? Megállját. Na gyere, szállj először. Nem bánom, hogy hány ideje voltuk, mint cukor. Most azért már elvittetek engem. Adjátok el egy kicsit. Adjátok egy kicsit. Ott hagytok. Na hát, egy szemet. Azt hagyjatok békén. Egy kutyák. Nem kell énekem. Egyed! Ott hagytok engem, ez a két büdös köcsög. Jaa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 
Hogy én is így állok a dolgokhoz, majd ne csodálkozzatok, mikor részegen látok. Megyek? Ja. Kemény csáva vagy, te tudjuk. Nagyon kevés, elhiszem. Jó, úgy jöttem, akkor csak fel ezt oda. Ezt most meg is iszom, berúgok, azt látok meg. Megiszom az unikomot, nem baj, egy kort van benne, berúgok rá. Mit csináltok? Fogamra van meg, de itt van. Itt van. Elmondjátok, hogy mit csináltatok vele? Hova vitték? Ott vettük ennyi. Mit csináljátok, ezt mondjátok? Szállam, van, meg kellett tenni. Jaj, hát szegény, azért állítsatok már magatokon, de nem vagytok ti különbek a gyáknél vásznánál. Dehogy nem. Nem vagytok. Megvédték. Ott hagytok. Belém rugdostok, a Gyuszi, ez a Mario bordámat rugdosta, meg a fejemet taposta. Tisztel, ez igaz. Szerint annak hiszel le. Nem, azért kérdezem meg, hogy ez igaz. Hát nézz le is, de! Ne, hiszel le rá! Nézz rá, szegből se jól néz ki. Hát azt tudom. De azt tudjuk, én akkor csak hiszel neki, azért kérdezel rá. Nem. Annak beígyed. De azért nem szeretem, ha bárcsák, tudjátok. Ott a klapiket hajti! Beugrott a kocsiba. Beugrott a kocsiba! A szállott a kocsimat, érted? Ááá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 á Nem, akkor cseréljük már oda nekem, segítsétek ezt a deadlines, te raktasz. Nem foglalkozok velük, jaj, de az jó, van, fejezzétek be, veszekedés, meg volt a szólás. Lehet csúkot kopasztani, nincsen. Mindjárt segítek, ki lesz, hogy annyira nézem, kell egy köpésbe, és aki segít. Lili, segít nekem. Legalább egy valaki néz, tisztelt. Jó, tyúkbászál. Te is nem szólnál arra az uradra. Lili, a borzámat tudtosta. Tudtosan a bordáját. Te legyen kint jelentkező, aki segít nekem csúfogni. Te vannak, hogy milyen hazudat? Hát nekem nem szól. Egy csónakot, köszön neki csontos bordája. Jó, tettem. Nézzétek, hogy miért szóval vagyok. Hova lett a másik ilyen hazudat? Olyan belerúgt a bukkant. Nem szabad. Lili, nem láttad az ilyen rózsámat? Hol néz ki, mint homoflik. Melyiket? Az ilyenek. Te. Szédülök, te meg ilyenkor is bízz benni. Ahogy csak a jobb, hogy menjél már hozzá a pillanatosat lóra. Mit hozzak fel? Egy ilyen rózsa, olyan, mint a tisztelőt. Én nem bírom ezeket összevisszatartani. Nem kellett volna berúgni a bordájába. Nem így van, azt elhiszed. Én tudom, hogy az én rózsa nem csinálja. Tudom-e, hogy mit szabad elhívni? Nézzek, hogy megvertek, leszakadt a cipőmnek ott a hapaj. Ha már Futottuk utána, hát kinehetem a tüdejemet. Nagyon sunyi a szemetek. Megrontottátok a gyereket. Meg én vagyok az áldozat. Megpocsíkoltátok. Beleptek a csomagtartóba, direkt görönybe mentek a fejemet, mindent beláttak. Nem igaz. Az hogy krízises lenne? Nem kell vizetelni, nem tűmok. Mit csinálnátok? Mindjárt felállok összetőlek. Ne higgyél el mindent, amit lát. Na jó, egy a feladat. Éhes vagy? Adok neked ennek. Még add neki enni, ezek után megérdemli az étel. Az ennivaló. Te meg engem vidd, hogy nem az elem, hogy engem vitté. Amúgy igaz szegénynek kicsontos bordája. Vigyelj, itt a ricsike. Hallgass már egyet hajta szállodon van. Bumfák elviszi, vagy ki vagy sem. Jú, ez csúnya volt. Még egyszer. De akkor vigyél engem el. Jó, mondják, miért beszélsz úgy a kis sányjal? Még egyszer. Ígérd meg.
hogy többet itt nem csinálsz velem. Elég volt ma, felnőttél már. 20-as éveire taposod lassacskára. Nem kell már kicsit is eltenni? Hát, agyilag tudom. De jó volna felnőnél a feladathoz, és most már átérnél a normális útra, jó? Na nézd be, hogy ne ijedj, még én is megijesztek. Mit hát el? Zolja már el, ne játszik, tényleg kiugrik a szemem. Mit hát el? Ez a mutatjukot. Mit mutatod? Azt hiszem, tiszta tigert meg, de már megérztetted, most már vidd le. Most már vidd le. Ne becsár a cipével. Jaj, vidd le a tyúkot inkább. Elhittem. Az mennyit fut el? Azt mondtuk, hogy ez jó, a kicsit a kutába. Meccsiolóban neki állnál a gyepet levágni lehet. Hova bírsz ennyit futni, mikor már az előtt futottuk a kocsit? Bírom. És kívánja a bírja. Szervezetem kívánja, he. Alacsony a vérig, a más fel kell emelni. Ricsikéjén állnak ki. Ricsikéjén állnak ki, he. Nem állok ki, értesek, nem szeretem. Ebben is hogy nézek ki ebből az ízbe? Mint valami közmunkás. Nem baj, az jó volt. Szegények folyamatosan sírt. A kislánynak az aklét eltöltött. A hajaddal miért nem kezd el valamit, pompom? Növesztem. Be fogom fonatni, majd nem azt mondja, olyan magáért csináltam. Pumutni. Most kinevettek, mert egy kicsi összeszállt. Mikor ide felnyírtok, azt innen megvesztem, beketem, hát beszálltok. Belegvásáltok. Tompom leszel. Na, nagyon magány hajam lesz. Izé lesz. Sapkát, az emberek nem látják, fáj, nem. Ők nem érezhetik ezt át, nem. Mennyire folytogat ez a világ, nem. Azt mondták az évben, de láttam azt, amit csinál. El kell menni, ilyen. Látod, miket mondtam? Tabu, valami a tabu stílus.